A PMFC MB2-es labdarúgó csapata repülőrajtot vett a Merkantil Bank Liga 2022-23-as szezonjában. A Békés Csaba elleni hazai győzelemnek és a Budafokon elért döntetlennek köszönhetően a negyedik helyről várhatta a folytatást Weitner Ádám együttese. Az újoncnak számító Moson-Magyaróvár együttese elleni találkozón a szakmai stáb nem számíthatott a sérüléssel bajlódó Hegedűsre, míg Terbét Kulcsont Ficam miatt kellett megműteni. A sérülésből visszatérő Tihanyi és Grabant a kispadon kapott helyet. A vasárnap esti találkozót egyből egy lövéssel kezdte a piros-fekete együttes. Makrai a kapu bal felébe tartó labdájába azonban egy fehérmezes közbelépve szögletre mentett. A balról elvégzett sarokrúgás jól szállt át a hosszúra, ahol azonban Rácz előtt maradt ki a helyzet. Nem sokkal ezután Harsányi lövését blokkolta Henrik, míg a negyedik percben a vendégoldalon nagy veszélyes lövése szállt el laposan a pécsi jobb alsó mellett. A tizedik percben Makrai adott középre, Tóth Gábor fordulásból éleszögből tüzelt, az óváriak hálóőre azonban előrevetődve kiütötte a labdát. A bal szélen majd gyönyörűen tálalt a túloldalra Harsányi elé, aki egy átvétel után kilőtte a hosszú sarkot. Alig 3 perccel később megduplázta előnyét a PMFC. Tóth Gábor kisodródott szögből is el tudta lőni a labdát, ami a kapufáról kifelé pattant, de a visszafutó Cingráber besodorta azt. A 38. percben újabb lehetőség adódott a PMFC előtt, ekkor Hadaró balról lőtte el a labdát a hosszú alsó felé, ami nem sokkal tévesztett célt. Az első játékrész utolsó percében Szarka lehetősége okozott riadalmat, de Helesfai higgadtan megfogta a labdát. A hosszabbítás is tartogatott még helyzetet, ám Harsányi estében nem talált kaput, de így is 2 gólos előnnyel vonulhattak pihenőre a házigazdák. A fordulás után az 52. percben zicserig mentek a vendégek, pedig már úgy tűnt, sikerült megakasztani a labdát, ám végül a szünetben becserélt nagy jobbról 12 méterről mellé talált. Pár perccel ezután ismét a vendégek veszélyeztettek, de Gánc jobblábas lövése keresztbe elszállt a kapu előtt. Majd a 67. percben Boros gyenge próbálkozását Helesfai fogta meg elvetődve az ötösön belül. A 71. percben egy vitatott szituáció Nikicser ellen elkövetett talpalás utáni támadásból megszerezte szépítő gólját a Moson-Magyaróvár, mégpedig Nagy révén, aki balról a hosszú alsóba talált. A 80. percben egy szabadrúgást Rácz fejjel csúsztatott meg, amit Henrik tolt ki a jobb alsóból, a partjelző azonban már beintette a lest. A 83. percben az augusztus 9-én 83. életévét betöltő legendás mesteredzőt, Garami Józsefet köszöntötték a nézők. Eközben előbb a csereként pályára lépő Kónya lövését ütötte szögletre a vendégek kapusa, majd a szintén becserélt Tihanyi helyzetét fogta. A 85. percben a frissen pályára lépő Grabant távoli átlövését Henrik Újhegyjel tolta a felső lécre. Szervezett játékkal végül sikerült megtartani a 2-1-es eredményt. Ezzel a PMFC szezonbeli második hazai mérkőzését is megnyerte, ráadásul továbbra is előkelő, ezúttal már a 3. helyet foglalja el a tabellán. Az első félidőben úgy érzem, hogy magabiztosan játszottunk, és jó focit játszottunk. Ott rengeteg helyzetünk volt, amiből lezárhattuk volna a mérkőzést. A második félidőben, amikor ilyenkor lenni szokott 2-0-ás előnyben, az ellenfél mindent feltéve támadott. És belementünk egy olyan hektikus harcba, amiben nem kellett volna. Ezt a 15-20. perctől ezt tudtuk korrigálni. Igazából a második félidő a szív diadala volt. A fontos az az, hogy a csapat a második félidő játékával, és nem a játékával, hanem a mentalitásával összeért. Tehát építjük a csapatot, építjük a közösséget, és sokszor elmondtam, de ezek a győzelmek visznek előre. Új alakuló csapatunk van, 3 meccs alatt van 7 pontunk. A győzelmünk az megkérdőjelezhetetlen volt a mai napon. Hát úgy gondolom, hogy a mérkőzés első nagy zicsere az nálunk volt, amit sajnos nem sikerült értékesíteni, nyilván a játékképét azt megváltoztatta volna. Azt gondolom, hogy az első fél órában így is megilletődöttel játszottam, nagyon éreztem a csapaton, hogy megtalálja a ritmust, és így ebben a fél órában a Pécs fölén kerekedett, illetve gólokat tudott szerezni. Ebből még mindig fel tudtunk volna állni, meg voltak az zicsereink, tehát nem helyzetek voltak ezek az zicserek. Számítottunk a Pécsnek az e fajta játékára, igazából bontani nem tudtak minket, hanem pont ezek a második labdáknak az összedésében gyorsabban reagáltak, és ezekből szereztek gólokat, de ki dolgozott
kidolgozott 100%-os helyzetek, én azt gondolom, a mérkőzésen nekünk voltak. Én nagyon sajnálom, hogy így alakult, hogy adtunk egy fél időnyi előnyt a Pécsnek, mert én azt gondolom, hogy összességében pont a pontokkal kellett volna távozunk ugye játékképét tekintve. Nyilván a második fél időben kontrára rendezkedett be a pécsi csapat. Megpróbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy megfordítsuk akár az eredményt, tehát győzelemre játszottunk, még 2-1-nél is, 2-0-nál is. Sajnos nem sikerült, ennek a tanulsága az, hogy nem szabad egy fél időnyi előnyt adni itt az NB2-be. Nyilván azt is tudni kell, hogy egy folyamatnál tartunk, hogy tele vagyunk NB3-os játékosokkal, akiknek az első szezonja az NB2, érniük kell, de az idő az kevés, úgyhogy minél előbb fel kell venniük a ritmust, mert azt gondolom, hogy van bennük sokkal több, és el kell hinniük magukról, hogy jobb labdarúgók is lesz, aztán szintjét meg fogják tudni.